Sziasztok, szerbusztok, zsíros decska vagyok, és itt van a mocima, mint láthatjátok, tehát volt egy pár kérdés, hogy mi van zsíros, hol a motor? Itt van. És kértétek, hogy legyen páran egy, vagyis hát páran kértétek, hogy legyen egy motoros jópofiság. Na most, amint ez észrevehető, megcseréltem a kamera beállítást, mivel hogy jó, elég macerás volt, így a szélén volt a sisaknak, és felpasszoltam legfelőre, úgyhogy most ez így lesz. Na, még mielőtt belecsapunk ebbe a jópofiságba, nagyon remélem, hogy a hang az oké, mert ha nem, akkor ja, nem tudok sok mindent csinálni, majd oda stukkolok egyet, vagy valami ilyesmi. És még mielőtt bele ruccanunk ebbe a motovlogba, az elején elmondom azt, akik először látnak és az arcomat szeretnék meglátni, ebbe a videóba szerintem nem fog sikerülni, nézzétek meg egy másik videót tőlem. Ezen felül gyorsulást nem lesz, tehát sebességet betartva motorozgatok. Ja. Ez csak így megy, így amikor felveszem, akkor nem tehetek mást, de igen, nagyjából ennyi. Aztán a mai téma, mivel hogy mindig kell, hogy legyen valami téma, nem csak úgy motorozgatunk. A mai téma az a kamerákról fog szólni, az autóban elhelyezett kamerákról, és hogy milyen jópofiság ez előny vagy hátrány így a vezetőknek, és hogy ja, engem is úgy néz ki, hogy fel fognak jelenteni. Ezt is mindjárt elmesélem, hogy miről van szó. Egy jó pofi kis történet. Aztán ezen belül, amíg a kamera bírja, tehát így egy az egyben lecsapatom. Majd lehet, hogy kicsit megvágom, hogyha valami olyan lesz a videóban, amit nem szeretnék megmutatni, de ja, vágás nélkül tervezem. Az úti cél, elmegyünk Hajamára, ha valaki ki akarja keresni a Google-on. Hajama, Starbucks, Coffee, Tutti Franco. És majd ott iszok egy kávét, azt már nem fogom felvenni, úgyhogy ja, tartsatok velem, és élvezzétek a tájat. Nem tudom, hogy egyenes-e a kamera, vagy a fejem egy kicsit görbe. Itt van egyébként lent előttem a telefon, ezzel látom én, hogy mit vesz a kamera. Azt látom egyébként, hogy elég jó. Ja, tudom, hogy azt is azért vágom, hogy nagyon sokan ugye rinyálnak a kommentbe, hogy így mondjam. Na, bum, ezért már jött két dislike. Hogy zsíros, mutasd a műszer falat. Zsíros, így csinál, ide tedd a kamerát. Tehát azt is tudom, hogy nem lehet úgy elkészíteni egy videót, hogy mindenkinek jó legyen, és ja, mindig lesz valakinek, akinek viszket majd a háta közepe. Hát igen, teljesen mindegy, ez most így van, és egy kicsit azért szerintem lejjebb állíthatom, várjatok. Na, igen, szerintem ez az állás az, ami oké. Okay. Na tehát ne kérjetek, hogy máshova tegyem a kamerát, mert ténylegesen így a fejem mellett volt, tehát így az állam környékén, a bukósisakon, és kinyitni a plexit, becsukni is egy eléggé macerás, ezen felül felrakni is és beállítani egyenesbe, az meg még jobban nem igazán jött be nekem, úgyhogy fogtam, leszettem a régi GoPro tartót és feldobtam ezt a fejemre. De én most nézem így a képernyőn, én szerintem elég élvezhető. Kicsit amikor felnézek, akkor lehet, hogy de nem, úgy fele-fele arányban megvan az ég és az út is. Szerintem így oké, szerintem el leszünk. De ja, leírhatjátok a kommentbe, hogy szemétláda vagyok. az is belefér. Néha az vagyok, úgyhogy nos, tehát itt meg kell állni, ez azt jelenti, hogy állj meg zsíros, így egy megállás, és már mehetünk is tovább, kívülre kinézek, bum, nem jön autó, itt vagyok benne popsiába ennek a kéknek. Na akkor szerintem térjünk is bele a témába. Először elmondom, hogy mi itt a szituáció a kamerákkal, aztán elmondom a kis történetet, hogy miért akarnak feljelenteni. Mostanában ugye először is a kamerák azok azzal kezdődtek, hogy ugye a Lükörc kamera,
az elkezdett így eléggé így divatba jönni. Mindenki felpakolta a Lückwertz kamerát, tehát amikor berakod hátramenetbe a kocsit, akkor a műszerfalon általában kimutatja, hogy mi történik hátul, tehát hátul van egy kamera. Aztán gondolom, hogy ez adott ihletet arra, hogy akkor elől is lássunk valamit, meg a sok baleset, hogy ez bizonyítani is lehessen, meg ilyenek, és igen, elkezdtek az emberek, nem tudom ott Magyarországon hogy megy, vagy hogy nem, itt már az autóknak szerintem a 80%-ában van kamera elől, ideig elől. És nagyon sok esetben ezt igazából aki felrakja a kamerát a saját autójára, tehát ez nem úgy néz ki, hogy az állam fizeti neked, hogy kötelező vagy ilyenek, hanem emberkék elmennek, vesznek egy kamerát, és ja, felszereltetik, és fizetnek érte elég csúnya pénzeket. Nekünk is van fenn elől, hátul nincs. Na most nekem az a véleményem, és így a használat közben is arra jöttem rá, hogy a saját hülyeségeimet veszem fel videóra, mint inkább, hogy valami karambolt, vagy ilyeneket tudnék bizonyítani, mivel hogy általában, hogyha amit előről veszel fel, nagyon-nagyon sok esetben így van. Van, amikor nem, tehát ténylegesen vannak kivételek, de szerintem az esetek 80%-ában, ami előtte történik dolog, az és részese vagy, akkor ott általában te vagy a ti hibás. Tehát általában az néz ki, hogy vagy elütsz valakit, vagy hátulról telibe versz valakit. Igen, és ezekben az esetekben te vagy a hibás. És aztán ezen felül, amikor valamit így elkövetsz, és ott a kamera a kocsidban, akkor nem tudom, hogy milyen joguk van hozzá, vagy milyen joguk nincs a rendőröknek, de meg szokták nézni, tehát így automatikusan lekapják, kikapják belőle az SD kártyát, és megvizsgálják, és nem csak akkor már nem csak azt nézik, hogy ott azon mi történt, hanem úgy általában hogyan vezetgetsz, tehát gyors hajtások, ilyesmi, minden rajta van, te vetted fel. A hátsó kamera, tehát most elkezdett divatba jönni, azt szerintem rájöttek egy páran arra, hogy mi van akkor, hogyha hátulról vernek például telibe, és rájöttek erre, és elkezdtek hátulra is kamerákat felrakni. Na most ebből már van egy pár eset is, így konkrétan felrakva YouTube-ra, meg rendőrség által bemutatott felvételek, és itt most az is elkezdett eléggé divatba jönni, mert volt egy pár olyan baleset, hogy hátulról a csávó telibe vert egy motorost, egy kamionos az autópályán, és neki is volt előkamera igazából, és saját maga vette fel a bizonyítékot, hogy mit csinált. És ez a féktávolság nem betartása, erre most nagyon keményen rámentek, tehát amikor valaki nyomul rád ezerre, hogy úgy mondjam, tehát mész mondjuk az autópályán, vagy tök mindegy, hogy hol, és ugye azt tudni kell, hogy a sebességhez viszonyított féktávolság az mindig más, tehát itt most megyek ugye 11-el, ráfékez egyet, és tök nyugodtan meg tudok állni. Na most, és így aztán így elég, aztán mit tudom én, 5 méter, amit most így tartok. Ha kim vagy az autópályán, mész 120-szal, azt hiszem, hogy annyi Magyarországon a megengedett, ott nem lesz elég 1-2-3-4-5 méter, hanem 30-40-50 méter, nem tudom pontosan, hogy mennyi. Menjünk a szélén. Nagyon nagy dugóval úgy néz ki. Na és nagyon rámentek erre a rendőrök most, mivel hogy elég sok ilyen eset van, és nagyon nagy részben kamionosok, tehát ugye ez egy közhír, tudom, hogy most megsértem a kamionosokat, hogy ja, hogy nagyon nyomulósan vezetnek, meg ilyenek, ezt azért úgy tudjuk, tisztelet a kivételnek, ténylegesen teljesen tisztelet a kivételnek, de igen, így néz ki, nézz a tükörből, figyeljetek, úgyhogy el ne tudjak menni még véletlenül se. Dobjunk egy fakkot. Jó. Vannak ilyen gyökszik. Itt most megláthatjátok azt, hogy hogy vannak ezek a kicsiny kis irigységek, hogy mert ez irigy, ez totálisan irigy, tehát azért, mert ő nem mehet, mert dugó van, így aztán a motorosokat sem engedi el, majd ő megmutatja, hogy totálisan leszorít olyan szinten, hogy a másik oldalon meg úgy kinyitja a helyet, hogy csuhaj.
Hadd válaszoljak már neki. Az enyémnek is van legalább ilyen hangja. Hey. Jó fejek. Nagyon zora a hangja van ennek a Ferrarisnak. Na visszatérve, így, tehát igen, elkezdett ez divatba jönni, hogy az emberek felcsapkodják hátulra a kamerákat, és pontosan ezt, hogy hátulról... Ó, de gyönyörű ilyen hangja van, ha ide szeretem. Ez nem a motorom hangja, skacok. De az enyémnek is van ilyen hangja, csak jobban oda kéne húznom neki, hogy így elkezdjen visítani. Szerintem ez nagyon-nagyon nem lesz nekünk jó hangfelvétel, így, hogy a skac erőttem, de nagyon király a gép. Csí, de jó! Csak a hangjának örülök. Ez már egy alapjáraton. Fiatalok egyébként, a 20 éves körüliek. Tösz! Na tehát, visszatérve, ez jó pofi volt. Vannak olyan, nem is tudom, hogy milyen jelzőkkel kéne illetnem őket, ilyen tahófejűek, akik direkt várják, tehát felrakta hátulra a kamerát, és várja, hogy valaki elkezdje őt nyomni, és bevihesse a rendőrségre a felvételt. Hey, sziasztok! Ja, kérdeztétek azt is, hogy itt integettek-e egymásnak a motorosok Japánban, válaszoltam rá, hogy nem nagyon. Tehát ez most egy eléggé ilyen kivétel volt, de mostanában egyébként kezd divatba jönni, azt vettem észre. Na most itt a hátránya az, mivel hogy ugye másik oldalon megyünk, így aztán mondjuk Magyarországon automatikusan a bal kezeddel tudsz inteni, tehát és azon így egymáshoz vágjátok. Tehát ezzel a kezeddel intetsz, és ott jön a másik oldal. Itt viszont pont fordítva van, tehát el kell engednem a gázt ahhoz, hogy inteni tudjak nekik a másik oldalon, így aztán veszélyes, gondolom, hogy ezért sem alakult ez ki. Ja, de mostanában kezd így divatba jönni, hogy így még a veszélyes ötvonat is, a gyors vonat. Azt mondjátok, hogy nem zakatol a vonat, halljátok, hogy zakatol? Mindjárt megintegetjük őket. Sziasztok, szevasztok! Lesz-e valaki, aki visszainteget? lesz. Ketten is visszaintettek. Na, tehát direkt azt várják, hogy ki fogja nyomni, és ezt ki is provokálják nagyon sokan, tehát egy ilyen gyökérséggé fajult át az egész. Gyökér! Ez konkrétan így van, tehát befékezget rád, meg ilyenek, és kiprovokálja azt, hogy oda menjél hozzá mellé, és ordibálja, vagy szálljál ki a kocsiból, és üvölcsél vele, mint egy állat. És ezt mind felveszi, ugye, és vagy felrakja YouTube-ra, vagy pedig beviszi a rendőrségbe, általában beviszi a rendőrségre. Na most itt is azért a rendőrök se totálisan hülyék, tehát ja, és vannak olyan esetek, ez a legviccesebb az egészben, amikor két kamera van fent, tehát nekem is fenn van egy kamera ugye elől, így aztán már kezdem ér így, hogy hátul vannak kamerák, és az emberek gyökerek lettek, így aztán kezd értelme lenni az első kamerának is. Tehát így azért végig lehet nyomon kísérni, hogy miért, vagy hogyan, mert általában csak megvagdossák a YouTube-on, amit láttok videókat, megvagdossák, és ugye csak azok a részek vannak fenn, hogy te totálisan hülyének állítanak be téged, hogy csak úgy ok nélkül kiszálltál a kocsitból, és nézd, hogy agyonverd a másikat. Senki nem gondolkozik azon, hogy mi volt ennek az oka, ugye? Tehát ahhoz teljesen pszichopata állatnak kell lenni, hogy valaki tényleg csak úgy ok nélkül. Ja, én általában azt szoktam kérdezni magamban, hogy hú, ez az állat mit tehetett azért, hogy ezt kiprovokáltad, de nem mindegy. Tehát, ja, szerintetek, utána nézzetek, ott egy kucsis a jövőbe, de király! Púdó! De tutti frankó! Elől is van egy, két kutya! Na, itt viszont hátulról én most megyek 50-nel, és a csávó elkezdett nyomni. Na, tehát ez már, ja, ez nem szép dolog tőle. Úgyhogy provokálás nélkül, most már abba hagyta.
Tehát szerintetek ez most akkor jó, vagy nem jó ez a kamerázsdés dolog? Én nem tudom, én kezdem úgy érezni, hogy fene se tudja. Na de elmondom akkor a kis történetet, hogy mi történt velem. Útkor megyek motorral, ugyanezen az úton, itt elég sokat motorozok, tehát el szoktam csak úgy, elmegyek a Starbucksig, ahol most megyünk, és úgy pont elég arra valahogy, úgy délutánonként, melónak vége, vagy este, pirítok egyet, és ja, hazamegyek, és pont elég, úgy valahogy kiteljesülök tőle. Kiteljesedek. És, tehát ugyanígy jövök, megy a kocsi előttem, és ugyanez volt a szituáció, hogy akarok menni jobbról. Egy picit dugó volt, nem volt az a vészes dugó, de ja, ők mentek olyan 20-szal, meg ilyenek. Mondom, én mehetek mellettük, ugye, a 40, itt 50-nel lehet menni, úgyhogy, ja, mint például most. Tehát itt is egy kicsit ilyen dugó van, ők lassan mennek, én meg mehetek a megengedett sebességgel 50-nel. A csávó így olyat rám húzott a szélére, így kezdődött az egész móka, hogy konkrétan mondom, hogyha nem fékezek rá satúból, és így jövök vissza hátulra, akkor így, amit láthatjátok, hát így vannak ilyen kis kövek, meg minden így az út szélén, egy ilyen megemelkedett patka, vannak így korlátok is, meg ilyenek, ott nem is emlékszem, hogy éppen mi volt, de ja, abban szerintem tök lazán, hogy olyan balesetet szenvedhettem volna, hogy csuhaj. Na, erre ennyi nekem elég volt. Tehát ez nem úgy nézett ki az egész, hogy ilyen szépen finoman például így ráthúz, hanem konkrétan egy ilyen leszorítás, de nagyon-nagyon erősen. Befékeztem, akkor már az édesanyját emlegetve, tehát már fékezés közben mondogattam az egész család fáját, ugye? Erre aztán, hogy mit látok, visszajövök így mögé, és mutogatom neki, hogy a középső ujjamat nagyon-nagyon intenzíven, és a csávó már is fogja a telefonját, és hátul neki nem volt fenn kamera, ez aztán a jó pofi benne, hanem a saját telefonjával kezdett el felvenni engem. Na most ez illegális, tehát vezetés közben telefont babrálni itt Japánban illegális, nem tudom otthon hogy van. Ja, hátrafordulva, totálisan így hátrafordulva, és egyik kezébe a kamera, félig vezetett, félig kamerázott engem, aztán megcserélte, az ablakon is kibújtatta a kamerát, így oldalról, tehát totálisan rajtam volt a fickó, hogy most ő engem telibe vesz. Hát, ja, én kamerába is, tehát, ja, nem nagyon zavar engem, hogy felvesz. Kamerába is totálisan a középső ujjamat, erőteljesen, végig. Aztán ordibáltam is neki. Nem szoktam nagyon így ordibálni így kocsiból, meg főleg az ilyen gyökszíknak nem, de ennek már azért igen. És mondom neki, hogy emberke kamerával így a kezedbe vezetni, telefon, stb. Nem igazán. Bemegyek mellé, mondom, hogy akkor beszéljük legalább meg. Oda megyek mellé, hogy mondom, mi van veled, ember, meg akarsz ölni? De persze, ja, hát egy ilyen emberrel nem lehet beszélni. Tehát van, amikor úgy elképzelem, hogy jó van, félre, oda megyek mellé, és akkor így elképzelem, hogy lehúzza az ablakot, és megkérdezem tőle, hogy te ténylegesen gyilkos szeretnél lenni? De nem, le se húzta az ablakot, csak nyomja bele a fejembe a kamerát, ami engem igazán nem érdekel. Gondoltam, hogy megbeszéljük, de úgy nézett ki, hogy nem megy. Le se tolt az ablakot, és végig így csak kamerázgat, és valamit magyarázott is. Ja, aztán megint bedobtam, hogy így a kamerába beleraktam így a kezemet, hogy Isten veled, ember, középső ujjamat. Azt akkor így nagyon szerényen, így mondja nekem, hogy amúgy menjek így előtte. Ó, mondom, le akarja videózni a rendszám táblámat. Mondom, nem meg, menjél. Úgyhogy, ja, de biztos, hogy bevitte a rendőrségre, meg feljelent, meg nyomozás, meg mit tudom én, de kapásból a rendőrök se teljesen degeneráltak, tehát ők is látni fogják azt, hogy egyik az, hogy saját magát buktatja le, hogy vezetés közben totálisan széttelefonálja magát, telefonnal kamerázgat, meg ilyenek. Ó, egy kicsit hűvösebb szél van itt. És ja, de nem tudom, írjátok le, mi a véleményetek. Van, amikor felrakok ilyen videókat, és ilyenkor, nem tudom, amikor a rasszista elenyek előbújkálnak,
Tehát ezt is észrevettem, hogy amikor megmutatok ilyen videókat, meg hogy én szerintem ő volt a szemét, és ezt tettem, bemutattam neki az ujjamat, és akkor így a kommentekben nagyon-nagyon furcsa nekem az, hogy vannak ilyenek, hogy te rohadék, zsíros gyerek, hogy nem tudod felvenni az ottani kultúrát, meg nem tudsz beilleszkedni, meg ilyenek. A múltkorinál is volt, amikor megmutattam nektek, hogy gyökérparkoló, és ezt meg mindig megmondom, most is ezt mondom, a gyökszi. Voltak olyan kommentek, ez volt benne a nagyon jó pofi, várjatok. Hogy mi van akkor, ha, hogy én voltam a gyökér, várjatok, ez volt benne a jó pofiság, hogy jöttek olyan kommentek, hogy én vagyok a gyökér, hogy nem tudok beilleszkedni, meg mit bántom szegény japánokat, én itt a külföldi. Hát ezt már azért tegyük hozzá, hogy ez totálisan rasszizmus, tehát ezt, ha valaki azt mondja, hogy ez nem rasszizmus, akkor mi? Tehát azért, mert én külföldi vagyok, nekem teljesen kusba kéne maradnom, nem szólhatok bele semmibe, de azt értsétek meg, hogy általában csak úgy kapásból annyi adót fizetek, hogy egy normál embernek a háromszorosát körülbelül. És oly, de szépen pirított a figura. Na, tehát így ilyen rasszista vélemények is bejönnek. Én nem hiszem azt, hogy azért, mert nem a saját hazámban élek, ezért mindent el kéne tűrnöm, egy kis genyónak kéne itt lennem. Nem, ez aki normális, és ja, van egy ilyen, és poénkodok velük, meg ilyenek, de ez sem azért van, hogy gúnytűzök a japánokból. Tehát ez is egy ilyen rasszista fajta megnyilvánulás, hogy szivatod a japánokat. Már én nem akarok hülyeséget mondani, tehát amikor majdnem 20 éve itt él az ember, akkor én már azt is el szoktam nagyjából felejteni, hogy nem japán vagyok. Ha nem nézek tükörbe, tehát annyira beleolvad az ember itt a nem csak az, hogy a kultúrába, hogy nem tudtam felvenni, nem, pont ellenkező, annyira beleolvadok, hogy nem igazán érzek különbséget magam közt és köztük. Tehát, ja, nekem nem szokott az járni a fejembe, hogy így én itt a külföldi, a japánokat így szivatom, vagy valami ilyesmi. Ez egy furcsa dolog nekem, nem tudom. Lehet, hogy onnan másképp tűnik. Ja, valaki nem ért kint még külföldön, vagy, de ugye egyébként is csak úgy emberileg, nem tudom, hogy nem lehet ember számba venni mindenkit, hanem ténylegesen meg kell különböztetni népcsoport szerint, hogy ő japán, én meg magyar. Ja, itt vannak kulturális különbségek, stb., tehát más nemzetek, más kultúra, de ténylegesen úgy, csak úgy, hétköznapokban ezt így megkülönböztető jelzőkkel, nem tudom, hogy ő itt a japán, én meg nem, és ez, ha valakinek egyébként egy ilyen beállítottsága van, az ne is menjen külföldre, mert az életében nem fogja megszokni, tehát én ahogy látom a helyzetet, hogy itt vagyunk a bolygón, emberek, és ja, hogy ki volt az a gyökér, meg egyszer mondom, a gyökszi, aki meghúzgálta a határokat, erről nem én tehetek. Tehát én ide születtem, mint ember a földre, és itt élünk emberek a földön. Az, hogy más nyelveket beszélünk, stb., nem én tehetek róla, ezt nem én találtam ki. Jó, valamilyen szinten én, de az már megint egy másik téma. Tehát igen, és így aztán nekem, hogyha valaki gyökér, akkor az teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, vagy milyen bőrszínű. És ha valaki pont fordítva jó fej, teljesen mindegy, hogy milyen bőrszínű, vagy nemzetiségű, vagy kutya, vagy egy macska, vagy ember, tök mindegy. Egy kutya is lehet rohadék, tehát az is jöhet hozzád oda agresszívan, és leharapja a lábadat ok nélkül. Tehát én azt sem mondom, hogy a kutyusok milyen arányosak mind. Nya! Tehát, ja, itt vagyunk, így élő lények vagyunk itt, így élünk, él az egész, és ja, így van, ja, vannak. Ó, verteli, nehogy ráfékezz, apám, ne! Ezek is egy jó fejek, hogy amikor valaki így gyorsba bekanyarodik, akkor vannak olyanok, aki ténylegesen képes lenne telibe verni oldalról, mert hogy ő jön egyenesen. Ja, neki van igaza, és ha telibe veri, akkor már nem lesz annyira neki igaza, mert ja, nem, be se fékezett rá, meg ilyenek. Tehát, hogyha azt is azért tudni kell, valaki egyenesbe jön, neki van elsőbsége, és így
ő nem fog megállni, akkor már nem lesz annyira igaza, mert legalábbis itt a japán törvények szerint, mivel hogy lett volna ideje ráfékezni, de nem fékezett rá, úgyhogy még az is lehet, hogy ő húzza rosszabbul, de nem mindegy, mindegy. Tehát nagyjából ennyi a kis történet, és tudom, hogy most ezen is majd lesznek, akik agonizálnak, hogy miért megyek én itt a kocsik mellett, azért, mert ez legális. Azért. Teljesen legális, ezért megyek az autók mellett. Hogyha nagy a dugó, akkor minek lenne motorom, hogyha nem mennék az autók mellett. Tehát nagy a dugó, mennek a kocsik 10-zel, 20-szal, és ott van egy 50-es út, 50-nel lehet menni, és tök nyugodtan tudok menni a szélén, hogyha nincsenek ilyen gyökszik, akik direkt meg akarnának ölni. Mert ez arról szól egyébként, tehát csávó ki akart engem nyílni szó szerint. Na de igen, itt is majd éleszek a rohadék egy pár ember szemébe, hadd legyek. Nem veszitek el a kedvemet a vidinyózástól. Vannak egyébként egy páran, azt is észrevettem, hogy a illígyek, akik ténylegesen csak azért kommentelnek be, hogy azt hiszik, hogy elveszik a kedvemet a vidinyózástól. Nehogy már! És az elején még ez össze is jött egy pár szó, tehát ténylegesen elgondolkoztam azon, hogy abba hagyom. Ez még úgy eleinte mondom. Mostanában viszont csak röhögök egyet, aztán olyan szépen szétblokkolom az egész csatornáját az emberkének, aki ilyet bekommentel, hogy csuhaj. És akkor ne, a zsíros leblokkolt, mert én próbáltam megmondani neki, hogy ő a rohadék. Ja, ez így van. Vannak egyébként fura alakok itt az interneten, azt azért hozzáteszem, így bujkálva, csatornákat nyitogatva, és akkor ja, megpróbálnak engem olyan szépen beállítani olyan szemszögből, hogy na ez is egy jó alkalom, amikor szembe jön veled a bicajos király. Erről múlva beszéltünk egyet, ja. És pont egy kanyarba, és hogyha így nagyon szépen így egy szélén jövök, akkor úgy teli bevertem volna most. Ami igazából, most már megváltoztatták a törvényt, tehát hogyha ez megtörténik, akkor nem én leszek a hibás 100%-ig, de itt a Starbucks, ide jövök kávézni, de még akkor, nem tudom, még motorozzunk egy picit, aztán majd visszajövök inkább, mert akkor most itt most abba kéne, hogy hagyjam, jó, hogy bukós is, akkor van a kamera, tehát a sisakban ugye nem tudok kávézni, stb. Tehát még addig, amíg így mehetünk egy picit. Nem tudom, mint hogyha nagyon fent lenne ez a beállítás. Na most szerintem jobb lesz. Így a videó vége fele így beállítom nektek klasszul, hogy legyen. Na ez kirakta az elakadás jelzőt, és szépen jön tovább. Milyen király? Nem tudom, most lehet, hogy nagyon lenyomtam, de fene se tudja. Majd ti eldöntitek. De ugye a videó végére nagyon szépen beállítottam a kamerát, ezt azért ismerjétek el. Hát igen, de úgy önmagában visszatérve, hogy most akkor ez a kamera, ez most jó vagy nem jó, nem tudom. És haladunk arra fele, hogy mindenkinek lesz elő, hátul, mindenhol, és azt várják a gyökszik, hogy valamit csinálj. Adj egy indokot, mert ő felveszi kamerára. Adj egy nagyon pici indokot, és ő mindent vesz, és majd beviszi. Ez egy ilyen, nem tudom, spiclit nevelnek a népből, vagy valami ilyesmi. Nekem nagyon úgy tűnik, kezd így ilyen kicsit arrafele csúszni a dolog. Tehát, hogy így megpróbálják az embereket nagyon egymás ellen irányítani. Nem tudom, nekem ez csak így tűnik, lehet. Vagy lehet, hogy tényleg így van, fene se tudja. Mindenki most spion lesz. Hozd be a rendőrségre, majd mi elintézzük. Na jó, azt azért aláírom ténylegesen, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy piros vagy fehér, mert aláírom, nekem is vannak olyan esetek, amikor olyan durván nyomnak, tehát megyek autópályán, és nem a leggyorsabb sávba, tehát ha ott mennék, és ja, szötyögök, mint egy vakond, akkor még aláírom, hogy ja, be van pipóva mögöttem a figura, hogy húzzak már el onnan. De nem, például megyek középső sávba, és just mögöttem jön nagy kamionnal, és benn van a seggembe egy olyan 3 centire.
asszony a kocsiba, gyerek a kocsiba, megy fel az adrenalin szintem, és úgy legszívesebben nem akarom ecsetelni, hogy mit tennék. Tehát, ja, ilyen ez már teljesen gyökszi. Papóka, tedd be az ajatónak a fenekét oda, egy éves mozdulattal. Tegerd meg a kormányt, azaz, nagyon jól csinálod. Csapion vagy. Tehát, fene se tudja. Is. Tehát ilyen esetekben én is nagyon szívesebben, én nem a rendőrségre vinném be, hanem sokkal inkább így megtanítanám a fickót Mózesre. Nem, Móresre. Tegnap, ez onnan ragadt meg, tegnap a YouTube-on megtaláltam ezeket a régi Friderikusz videókat, ami ezeket az áll interjúkat. És ott az egyik, nem is emlékszem, hogy kivel, kinek az állinterjúja, ugyanezt mondta, hogy Mózesre tanítaná, és ahogy ez megmaradt az agyamban, úgy néz ki. Friderikus meg kijavította, hogy Móresre, az nem Mózesre, tehát... Ja. De igen, nagyon-nagyon szívesen kivenném az autóból a figurát, és ja, nem vagyok egy agresszív fickó, nem szoktam nagyon úgy idegbetegeskedni, de nem tudom. Felraknám egy hajóra, egy halászhajóra, hogy ne hozzák vissza többet. Adják oda a kínaiaknak a csávot, hogy ott jampiskodjon, vagy nem tudom. Nem kő az ilyen ember ide, az ajató pályákra. Olyan karambolokat csinálnak egyébként, elég sokszor szokott lenni, és így ez ténylegesen a kamionosoknak a... Nem fogok hazudni, vagy 90%-a okozza a karambolokat, a baleseteket az autópályán. Gondolom azért, ja, azt is tudom, hogy fáradtak, meg sokat vezetnek, meg minden, de ja, nem kéne kinyírni családokat ezért, mert ő éppen fáradt volt. Álljon meg egy pihenőhelyen. Azért vannak ezek a pihenőhelyek, hogy ott megáll, és ott alszik egyet, és már törvényben is van hozva, hogy nem tudom én hány óránál többet nem vezethetnek, tehát elvileg hogyha megállítja őket a rendőr, és megnézi a papírt, hogy mikor pihent, és nem pihent rendesen, akkor kap egy büntetést, de nem tudom, valahogy nagyon-nagyon flagmán érzik a dolgokat, nagyon biztonságban érzik magukat. És ja, múltkor is volt a tévében, nem szoktam nézni, de ezt pont úgy megláttam. Asszony nézi mindig a tévét. Nem tudom, hogy minek jó az. Na mindegy. És ja, így pont 4 kamion ment egymásba, de olyan szinten, hogy hú, a leghátsó az valami játszott a telefonjával a vezetés közben, és olyan sebességgel jött, hogy valami brutális. Na mindegy. Itt a szép tenger. Ma nincs valami jó idő, de pont jó, mert ugye, hogyha láttátok az uborkás videót, reggel ültettem el őket, és ilyenkor jó, hogy egyébként elültettem, amikor nincs az a nagy meleg. Frankon mondom, hogy elnézést itt a köhögéstől, de így a sok beszédtől totálisan kiszáradt a torkom. Mennyi ideje beszélek? 33 perce beszélek egyfolytában. Skacok. Jó popiság. De szerintem már így túl sok lesz a duma. Visszafordulok, aztán leülök, megiszok egy kaffeént ott a Starbucksba, és aztán komótosan hazabillegek. Valahol meg kéne fordulnom. De ja, hát vannak érdekes dolgok, meg aztán lehetne rajta gondolkozni, hogy akkor most melyik jobb, kamerával vagy kamera nélkül, de nagyon sok esetben ténylegesen a saját hülyeségüket veszik fel az ember, ami jó, tehát ilyenkor jó, így a kívülállóknak jó, de annak, aki felvette a saját baromságát, annak nem jó, gondolom, tehát akkor szerintem átkozza magát, hogy miért raktam én fel kamerát egyáltalán életembe arra, hogy az ajatóra. Mennyi, itt leugrunk a tengerpartra. Itt van egy ilyen hajókikötő, kisebb, itt már voltunk egy párszor.
van egy konkrét útvonal, amin jönni szoktam. Néha így elcsalinkálok jobbra-balra, de nagyon sokszor jövök errefele. Jó, itt vannak a hajók. Ha jó, ha nem jó. Biza. És akkor itt teszek egy fordulást, szépen így ívesen. Ja, ezek ilyen kis horgászhajók, halászhajók, nem is horgász. Itt a halász fickó. Jó fejek egyébként. Volt egyszer régebben egy halászcsávó, jóban voltunk vele. Mondta, hogy annyira rühelli a halat, és ugye hát tudja, hogy mi meg zöldségeket termesztünk. Mondta, hogy cseréljünk itt, csere alapon hozzunk neki a zöldséget, ad annyi halat, hogy ránk rohad. Mondom, azért annyit ne! Annyi elég lesz, amit meg tudunk enni. Mondta, hogy bármikor. De ja, elköltözött. Eléggé idős volt. Idős Chávez. De ja, régebben már egy olyan jó. 5-6 éve szerintem. Ja, lenyugdíjaztatta magát totálisan. Mondta, hogy abba hagyja már a halászást. Pecázgatott is, hogy így szó szerint egy-egy halra. Meg így szoktak mindenféle jó pofiságot csinálni ezek a halászok. Van olyan, hogy kivisznek embereket, és abból szerzik a pénzt. Tehát kivisznek a tengerre, mit tudom én, 5-6 embert, így turnusonként. Aztán a pecákat, meg mindent, azt ők állják. Tehát ott van az egész felszerelés, csali, minden. És kimennek, és általában egy napra, tehát úgy reggel kimennek, este visszajönnek. És akkor ilyen fejenként 20-30 ezer jen. Kimennek hatan, ugye. És akkor így, ja, mondjuk így a benzin meg ilyeneket levet leszámítja az ember, de ja, így azért legalább kerestek egy kicsit, mert halászásból ugye van, amikor nagyon szezon, ez is ettől szezontól függ, tehát itt is vannak olyan szezonok, hogy egyáltalán nem lehet halat fogni. Az ember azt hinné, hogy itt a tengerbe bármikor lehet halat fogni, de nem. Ott a Fuji, látjátok? Remélem, hogy látjátok, mert nagyon gyönyörűséges innen így a tengerről. Tenger, Fuji, bum a fejbe. Na igen. Tehát így az ember azt hinné, hogy itt a nagy tenger, itt mindenhol, itt olyan egyszerűen lehet halakat fogni. Nem, ez nem így van. Itt is szezontól függően, tehát turnusonként, hogy úgy mondjam, csoportosával jönnek a halak, és mindig másféle halak. Tehát teljesen más halakat találsz például januárban a tengerben, mint augusztusban. És így az egész évben ugye jönnek, mennek. Apály, dagály is számít, meg minden, nagyon sok minden számít. És hát igen, itt is vannak olyan időszakok, amikor így a halászok így egész szépen nem keresnek semmit, hogy úgy mondjam. És ilyenkor sokkal jobban járnak, hogyha inkább kivisznek ilyen hobbi horgászokat, hogy úgy mondja. És akkor azok meg, ja, fognak, mit tudom én, egy-két halat. És ők nem azért mennek ki, mert hogy a halnak az értéke miatt, hogy azt így vissza akarják szerezni mindenáron azt a 20-30 ezeret, amit kifizettek, hogy ó, hanem csak egy időtöltés. Az olyan, mint amikor elmész a ligetbe, vagy mit tudom én, vagy a Vidám Parkba. Elmész, és csak úgy, ja, eltöltögeted az idődet. Hát nem az van konkrétan, hogy ők most kimentek, mert egy halásznak ott az van, tehát kimegy ugye, és meg kell, hogy éljen. És a benzinköltség, meg ilyenek, az is elég húzós. Annak vissza kell, hogy jöjjön, és hiába megy ki, kerül egy mutatvány, mit tudom én, most hülyeséget nem akarok mondani, 50 ezerbe, az, hogy kimegy és visszajön, és csak 30 ezernyi halat fogott. Az nem jó. Tehát akkor mínuszban van. Így aztán jobban jár, hogyha
kivisz embereket, aztán teljesen, a nekik meg aztán tök mindegy, hogy fognak vagy nem, de ilyenkor is egyébként fognak, tehát azt nem mondom, azt sem mondom, hogy egyáltalán nem fognak semmit, tehát azt sem üzenek. Ez a hercegnek a része egyébként, az az egész, így jobbrú. Mondta valaki, hogy beszéljek a hercegről is, hogy itt Japánban hogy megy a téma. Lehet, hogy majd egy videó alkalmával, de én sem tudok sokat róluk, tehát eléggé ilyen inkognitóban vannak. Nem úgy van az, hogy annyit tudunk róluk, amennyit ugye tévében mutogatnak, én meg aztán nem sokat nézek tévét se, csak így, ja, csak így tudom, hogy ez az ő placuk, annyit tudok. Úgyhogy szerintem jobb, hogyha inkább nem beszélek róluk így egy videón keresztül, mert totálisan semmi értelme nem lenne. Azt sem tudom, hogy milyen befolyással vannak így a politikára. Nem, semmit nem tudok, ezt fogalmam nincs. Elméletileg van, azt hiszem, de még sincs, tehát... Ja... Franc se tudja. Lehetne egy olyan videó, hogy mit nem tudok. Mindig egy videón keretein belül szoktam mondani, hogy hát ezt nem tudom, mert ténylegesen nem akarok olyat mondani, ami nem badarság, nem badarul, hogy rávágok valami hülyeséget, annak ellenére, hogy nem tudom, de majd megpróbálom eljátszani, hogy nagyon tudom. Az nem egészséges. Tehát egy elég sokszor gondolom én, hogy nem tudom. De ha egyszer nem tudom, akkor erről most mit tehetnék? Kéne egy olyan videó külön, hogy mit nem tudok. Nem az, hogy mit tudok, hanem hogy mit nem. Ez tetszik nekem, lehet, hogy ez lesz a következő videó, nem tudom, próbáljátok, ezt se tudom, látjátok? Nem tudom! Írjátok le a kommentekbe, hogy nektek tetszik-e az ötlet, vagy nem, és akkor elmondok, mindent elkezdek sorolni, amit nem tudok. Például, hogy hova megy ez az ember előttem? Fogalmam nincs, nézd meg! Mondjuk egy ilyen videó, ez a csávó miért rakta zsebre a kezét, nem tudom. Nem tudom, hogy miért van itt ez a tábla se. Ja, és hogy milyen idő lesz holnap, nem tudom. Így. Nézzétek meg, hogy ez a csávó, ez mit néz? Nem tudom. Fogalmam nincs, hogy mit nézett a telefonján. De valamit csak-csak nézett, az tuti. Nézzük, hogy még mit nem tudok. Miért írták ide az útra, hogy 30? Nem tudom. Fogalmam nincs. Na jó, azt tudom, ez nem volt igaz. De hogy ki írta azt oda fel, azt tényleg nem tudom. A Sanyi. Sanyi! Mi írta ez neki? Ott az a rendőrcsávó, ez most kihajt elém motorral, vagy nem? Nem tudom. De letehetnék egy fogadást. Nem hajtott ki. Ja, jön utánam. Miért jön utánam a rendőr? Nem tudom. Fogalmam nincs. Jó, vaskacok, mindjárt itt a Starbucks. Remélem azért, hogy valami, hogy valamit azért összehoztunk ezzel a vloggal. És hogy azért páratoknak tetszett. Azért adjatok már valami visszajelzést így a videókban, hogy ja, a kommentekben, hogy ez jó volt, zsíros. Ja, de szoktatok egyébként. Hogy ezt is, hogy most miért mondtam, nem tudom. Mert szoktatok visszajelzést adni. Csak úgy valamit mondani akartam valószínűleg. Hogy ne legyek kusba. Jártassam az álmat. Na, elmondom őszintén, hogy kiszáradt torkom. Pont úgy egy kényelmesen egy ilyen jó latteira. Össze! Itt szépen leállítom a moteszt, ez így illik, mert itt már járda van. Aztán odáig elnyomom ezt a nagy bengált. Várjátok! Ja, ezt csipázom ezt a kávézót, mert így van kéne egy ilyen kis terasz, szerűség, vagyis hát egy ilyen kis, ahova le lehet ide ülni. És miközben leülök, pont rálátok a mocira is, és a rendőrök nem szólnak érte, hogy ide rakom a járdára a moccest.
Hát ott a kamera, látjátok? Tehát erről látom így, hogy így a képet, hogy mi történik most így a GoPro-n. Nem kapok levegőt a sisakba, ki kellett, hogy nyissam. Na akkor még addig elkísérlek titeket, hogy amíg rendelem a kávét, és aztán utána oda csapom, levágom. Azt mondja, hogy nagyon jó a latte, ice latte, kóli nasi, de onega ice te ides kahai. Subarashi ides, hai, onega ishimasu. Hai, suimasen, arigatou gozaimasu. Arra nem emlékszem. Ja, nézzétek meg, hogy mennyire nem lopnak ki apámba, hogy itt van, benne van a kulcs is. Ki se vettem a kulcsot belőle, tessék. De most azért kiveszem, mert ha valaki felpattan rá, és csak úgy elviszi, annak nem fog körülni, de a kulcsot beledobni. Sem viszik el. Na, srácok, lányok, akkor szerintem ennyi volt ez a vlog. Leveszem a sisakot, és elköszönök tőletek. Sziasztok, szervusztok, köszönöm, hogy néztetek, és találkozunk a következőben.